gyermekek, amikor a világra jönnek, már elkezdődik akkor nagyon sok helyen az órarendszerinti élés. Hogy a gyermek nem akkor eszik, amikor éhes, hanem akkor, amikor az óra van. Ekkor ütött az evés ideje, akkor lesz szoktatva, etetve, és így tovább órarendszerinti altatás. És így tovább, amikor az iskolába kerül, órarendszerint van meghatározva, amikor mehet a vécére. Természetesen van egy kis lehetőség ebből másként menni, de valahogy ez az egész irányzat, amit a gyermek megkap, az órarend, órarend, órarend. És ennek nagyon sok előnye is van. De a nagy hátránya az az, hogy szisztematikusan szoktatjuk magunkat attól, hogy ne hallgassunk a szervezetünkre. Bármit is üzen nekünk a szervezetünk, azt egyszerűen tanuljuk meg kikapcsolni és órarendünket megtartani. Ez ahhoz vezet, hogy nagyon sok ember valahogy egy távkapcsolatban él a szervezetével. Amikor a szervezetünkről hallunk, csak akkor hallunk, hogy elkezd fájni. Sok testrészünkről akkor tudjuk, hogy létezik, mikor fáj. És hogyha egy olyan életet szeretnénk élni, ahol egyre inkább tanulunk belülről kifele élni, akkor újból fontos, hogy felfedezzük a belső élményeket, a szervezet üzeneteit, és kis lépésekben újra meg újra magunkra hallgassunk. Ehhez mindannyiunknak kívánom sok-sok kitartást, és minden jót!